Sziasztok! Százoltán volnék, egy nagyon gyors bejelentkezés. Épp ugye sorba veszem fel számotokra az autószerelős kis vlogocskáimat. Na de van frissebb, új problémám az egyik autónkkal. Egy ideje már az autó folyamatosan beadja a check engine-t. Az egyik utunk során... Épp egy anyukával találkoztunk, csomagokat vittünk számukra a beteg gyermekéhez, és hazafelé, egyébként nagy meleg volt, a klímát is folyamatosan toltuk ezerrel, kidobta az autó a check engine-t. Azonnal megálltam egy legközelebbi bekötő útnál, félreálltam, leállítottam az autót, kivettem a sluszkulcsot, vártam pár percet, majd újraindítottam az autót, de sajnos a check engine Lámpa folyamatosan világított, valamint az autó ki is írta, hogy check engine. A szituáció a következő. Elmentem a legközelebbi szervizbe, ahol rádugták számítógépre az autót, nem volt konkrét hibakód, Kambusz rendszerre utalt, az autó motorvezérlőjére, de konkrétan nem volt meg a hiba, így nem tudták, hogy mihez kezdjenek pontosan az autóval, egész egyszerűen törölték a hibakódot. Ez egy olyan jellegű probléma, ami nincs konkrétan meghatározva, így Szerelni sem tudják, nem tudják, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet, a fél autót meg ugye nem kéne kicserélni. Szóval törölték a hibakódot. Mentem tovább az autóval, csupán 50 km-tettünk meg, és már is kidobta ugyanúgy a engine-t. Viszont az autó teljesítménye, nyomatéka, fogyasztása ugyanolyan volt, mint a megszokott, szóval ettől eltérőt nem produkált az autó. Így közlekedtünk vele továbbra is. Azonban most már nagyon sűrűn kidobálja az autó a check engine így felkerestem egy autóprogramozót, aki szintén rádugta a számítógépre, mert egyébként ugye a folyamatos hibakó törléseknek is ára van. Szerviz válogatja 6, 8, 10, 12 ezer forint. Rádugták számítógépre az autót, ugyancsak kiírta, nem konkrétan meghatározott, valamilyen kommunikációs probléma lehet a motorvezérlőnél. Természetesen ebből adódhat az, hogy egyszer csak az autó nem fog elindulni. Vagy hosszú-hosszú évekig ugyanígy fog működni, nincs vele probléma. Ezt azért mondom így, mert az autó rendesen jár kell. És ott vagyunk jelenleg, hogy a probléma, nem tudom, hogy mennyire probléma. Azonban, ugye benne van az ember fülében az a bizonyos kis bogár, főleg, hogy bele lett ültetve, mondván, hogy nem tudni a konkrét hibát, de jó lenne megoldani, én is így vagyok vele, jó lenne megoldani, mert egy check autóval nem éppen megnyugtató közlekedni, be is vagyok csokizva, hogy őszinte legyek, nem szeretnék ott ragadni az útszélén sehol, viszont bőven bele kell nyúlnunk a sebünkbe, hogy egy olyan hibát tüntessünk el, amiről nem tudjuk, hogy mi az. Minimum 100 ezer forintnál fog kezdődni, és emiatt rendesen leízattam, nem csak a meleg miatt, viszont bele kell ugorni, át fogják nézni az autónak a programját, át fogják nézni a kábelkötegeket, csatlakozókat, esetleg a műszeróra csoportot, egyéb kontaktféle dolgokat is, és bízom benne, hogy a hiba meg lesz, és meg is lehet oldani. Ez lehet 4 óra, 8 óra, de azt mondták, az is lehet, hogy napokig ott lesz az autó a szervizben. nem erre számítottam. Ó, oh, bocsánat, kell mindig vágás a videóba. Tőlem kérdezi az emberke, hogy dohányzom-e, és hogy megkínálnám-e egy szál cigivel. Hát mondom neki, hogy bocsánat, nem dohányzom, hát akkor megadjak rá pénzt. Nem, nem támogatok ilyen jellegű dolgokat. Szerintem eldönthetem azt, hogy most dohányra adjak-e dohányt. Nem adok. Na de. Most amúgy sem vagyok olyan jó paszba, szépen illedelmesen mondtam, hogy ne haragudjon, de ezt nem tudom honorálni viszontlátásra. Szóval ott tartottam, hogy egy nagy szervizelés vár az egyik autóra, mégpedig a Linire. Lininek hívjuk, Milával adtuk az autónak ezt a nevet. Nos, hogy valami jóról, valami szépről is beszéljek, éppen eljöttünk, úton voltunk, mert készülünk Níla a születés napjára, rendeltünk neki egy kis apróságot, amit elvittünk egy designer céghez, hogy segítsen nekünk azt megcsinálni, ahogyan azt mi elképzeltük, sikerült is megvalósítani. Igazándiból csak ennyit mutatnék meg belőle, majd lesz egy videó, ahol jobban is be fogjuk ezt mutatni. Egyébként szerintünk nagyon szép, meghitt, úgyhogy szerintünk Nílának is tetszene. Szóval, ha lesz valami fejlemény az autóval kapcsolatban, mármint az autószerelős vlogok mellett, akkor erről is majd tájékoztatni foglak benneteket. Szorítsatok, ne fizessünk már ki egy millió forintot, ah! bele sem merek gondolni, az egy százezernél kezdődik, már attól is, úderosszú vagyok, na, menjünk le csillbe chill, legyen további szép kellemes napotok, vigyázzatok magatokra, ígyatok sok folyadékot, nagyon meleg van. Sziasztok, én százoltán voltam. Ciao.